az arabika és a robusta a kávéfőzésnek a 99%-át lefedi. Tehát ez a két különleges anyaggal. Mit kell tudnunk erről a két fajtáról? Először is azt, hogy az arabika, kezdem előbb az arabikával, Etiópiából is, Etiópia Dél-Szudán vidékéről származik, és több ezer őshonos változatot lehet találni. Tehát ezért érdekes, hogy a kávé kultúrában egy olyan fejlődést lehet most nyomon követni, hogy még mindig találnak egy-egy új fajtát, amit addig még senki nem rögzített papírra. Innen Etiópiából és Dél-Szudánból került el Jemenbe, az arab félszigetre, és onnan került aztán különböző helyekre, és különböző nevet kapott az arabika fajta, és így hódította meg az egész világot, ezzel egy időben, amikor a különböző hódítások, gyarmatosítási folyamatok voltak. Erről sokat is lehet olvasni, az internet tele van ezekkel, rengeteg legenda, rengeteg pici történet, hogy hogy került ide, hogy került oda, ki vitte, ki lopta ki meg. Gyakorlatilag azok a kereskedők, akiknek a tulajdonában ott volt, vagy akiknek a világában ott volt a kávé, mint zöld kávéban, ők nagyon vigyáztak arra, hogy ezt ne lehessen kilopni. Tehát érthető volt, hiszen volt egy időszak a történelemben, amikor a kávé fizetési eszközként tartották nyilván. A két dolgot kell megtudnunk, hogy a két vonalon indul el az arabika, és mind a kettőnek rengeteg alfaja van, és rengeteg pici része van. Az egyik a tipika, a másik a bourbon. Ha ezt valahol látjuk egy csomagoláson, az már nagyon-nagyon jó jel. Tévhit, hogy az arabika az a királyok királya, és a robusta az jobb, ha mellőzzük a kávéfogyasztásban. De gyakorlatilag ez nem így van, hanem azért alakult ki ez a tévhit, mert a robusta tényleg egy nagyon ilyen testvetkesernyés íze van. De viszont a tulajdonságai pedig egy keverék kávéban nagyon fontosak. Csak nehéz olyan robusztát találni, ami a jobb minőség arabika fajtának, vagy fajtával megegyező, vagy azonos, mármint a minőségét illeti. Ezért terjed ez, hogy inkább arabika legyen a kávéban. Guatemalát készített? Hol van a... Annyira jó. Miért szeretem a kávét? Hát miért? A tej a semlegesíti például egy picit a csersavat, és az otthoni kotyogó erről majd a szombat reggel fogok beszélni. Rengeteg csersavat mos ki a kávéból. Tehát a kávéban rengeteg olyan anyag is van, amire nincs szükség a szervezetnek, és éppen ezért egy rosszul elkészített kávé gyakran gyomorfekét okozhat. Ha újra melegítem a kávét, borzasztó dolgok történnek a kávéval, és egyéb ilyen... Igen, azért szokott meg... Most megpróbáljuk a cukor nélkül. Igen. Köszönöm. Ez egy...